A Nagymányoki Hétszín Virág vezetője mesélt nekünk a kiállításról és közösségük tevékenységéről. A régi csoportból néhány tag, tehát azt lehet mondani, hogy a régi, hát hét velem együtt heten vagyunk, mind a régi csoportnak a tagjai voltunk, és így hát próbálunk tagot toborozni, nem sok sikerrel, mert a fiatalság nem szeret varrogatni, bár most az egyik kis kolléganőm csatlakozott hozzánk, ő szeretne megtanulni varni, és hát most egy jó pár éve, minden évben van egy kiállításunk, egyéves munkánknak a gyümölcse, amit kiállítunk, és most második éve, hogy közös munkát is készítettünk, ez látható itt a hátam mögött a paravánon. Elég sziszifuszi munka volt, de minden percét élveztük, és jó közösen dolgozni, tehát egy közösség is. Szeretünk együtt lenni, beszélgetni, recepteket cserélünk közben, és jár a kezünk, és akkor így dolgozunk, és akkor az eredményt igyekszünk minden évben megmutatni. A kék és fehér apropója az, hogy Nagymányok ugye egy sváb település, és a sváboknak a kék festő szerepel a táncos ruhájukban, tehát az életmódjukban, tehát a kékfestő függöny egy fehér csipkével, az egy nagymányok és sváb hagyomány tulajdonképpen, és ezt is szerettük volna egy picit megeleveníteni ezzel a munkánkkal. Ugye a Red Work helyett ez egy Blue Word, és hogy hímeztünk is, és ez a jó-jó egy nagyon alap foltvarós technika. A tavalyi kiállításunk bevételéből mindenkinek vásároltunk egy úgynevezett jó-jó készítő eszközt, és ezzel egy picit gyorsabban és hatékonyabban tudtunk dolgozni, mert ugye rengeteg jó-jót, kb. 600 darab jó-jót vartunk meg így heten, és ez lett a végeredmény, és nagyon szerettük csinálni, és természetesen az idén is ezt a munkánkat a Művelődési Háznak ajánljuk föl, dekorációnak az egyik klubszobát fogja díszíteni. Pici közösség, és mi a magunk örömére itt a településnek jótékonyságra is dolgozunk, tehát itt a településen több gyereknapra szoktunk készíteni ajándéktárgyakat. Most van ez a babalabdát varrunk, tehát aki a zászlót kiteteti a kisbabájának, annak megajándékozzuk egy babalabdával, kisfiúk kéket, kislányok rózsaszint kapnak, virágokat szoktunk varni, rózsát, tulipánt, amit éppen kedvünk van, amit a kiállítók itt a műfázban a kiállítók kapnak ajándékba például. Rajzversenyekre szoktunk varogatni, könyvborítót, tehát amit kérnek tőlünk. Most például majd egy német tájház találkozó lesz pár hét múlva itt Nagymányokon, és nekik is most majd kékfestőanyagból illatpárnákat fogunk varni ajándéknak, úgyhogy többet szorgoskodunk úgy is, hogy a település javára és az egyesületeket segítve is munkálkodunk egy picit. Igen, ez ugye Amerikából indult, és a telepes feleségek az elnyűlt ruhanemük még használható részeit felhasználva kezdték el varogatni ugye a takarókat és a használati, leginkább takarókat. Ugye most ez átalakult, most már ugye azért itt, ha végignézünk, vagyunk egy páran, akik szeretünk tényleg a rongyos zsákból dolgozni, tehát újrahasznosítani. Nagyon sok farmert, nagyon sok inget hasznosítunk újra egyébként, és igyekszünk is ezt tartani, hogy például most a tombola tárgyaink között nagyon sok olyan szatyor készült, ami ugye nem nylon szatyor, hanem vidd magaddal és vásárolj, és mégis egy kézműves termék van a kezedben, és akkor nem kell a nylon szatyort letépni a boltban, tehát ilyenekkel is foglalkozunk, és hát nyilván azok inganyagból, általunk készített festett anyagokból, úgyhogy igyekszünk azért újrahasznosítani is a dolgokat, nem mindig csak a szép új anyagokból, de ha megnézik itt a látogatók a munkáinkat, azért lehet látni, hogy mi az, ami szép új anyagból készült, és mi az, ami újrahasznosított. Nyilván nem lehet összehasonlítani a kettőnek a minőségét, de mind a kettőt örömmel csináljuk. A kiállítás az intézmény emeleti termében még 3 hétig tekinthető meg.